Sziasztok, üdv mindenkinek! To watch this video in English, please click on the link in the right corner above. Ezt a videót is meg lehet nézni angolul. Ebben a vlogban az andorrai utazásomról fogok mesélni. Az ország hivatalos neve az Andorrai Hercegség, fővárosa Andorra la Vella. 2017 nyarán látogattam el ide. Nézzük meg a térképen, hogy hol is van pontosan ez a törpe állam. Ez Európa hatodik legkisebb országa, a Pireneusok völgyében van, Franciaország és Spanyolország között. Elég magas helyen van, ugyanis az átlagos tengerszint feletti magasság az 1996 méter, tehát igencsak magasan fekszik. Nézzük csak meg ezeket a hatalmas hegyeket, most bevágok egy felvételt, amit 2017 nyarán készítettem. A felvétel végén láttatok egy fehér foltot a hegyeken, az egy ilyen festés volt, amit a kövekre festettek, pontosan ez volt, ahogy egy gyerek, egy kisbabát tart a kezében, ezt én így látom, de hát lehet másképp is értelmezni, mindenképp érdekes művészi megmozdulás. Na hát pár érdekesség Andorráról, ahogy említettem, hercegségnek hívják, ami furcsa ezzel kapcsolatban az, hogy két hercege is van az országnak. Igazából ez a szerep hatalom nélkül jár, tehát nem hozhat döntést egyik herceg sem. Ez egy demokratikus ország. Az egyik herceg az Franciaország elnöke, meglepő módon, aki most éppen Emmanuel Macron. A másik pedig az urgelli püspök Spanyolországból. Egy másik érdekesség az az, hogy Andorra az egyetlen olyan ország a világon, ahol a katalán a hivatalos nyelv, pedig a katalánt sok helyen másutt is beszélik. Hát nyilván Katalónia örülne neki, hogyha ők is elérnék ezt. Ugye tudjuk, hogy függetlenségért és autonómiáért harcolnak. Másik érdekes dolog Andorrával kapcsolatban az az, hogy nem volt háborúban már szinte 1000 éve. És nagyon vicces sztori, hogy technikailag háborút hirdettek Németországnak az első világháborúban, de sosem szálltak harcba, tehát nem küldtek senkit sem harcba. Emiatt ki is felejtették őket a Versailles békeszerződésből. Ugye tudjuk, Trianon, nem kell ezt nekünk nagyon hangsúlyozni. Így el is maradt, hogy Andorra visszavonja a kijelentését, miszerint ők háborúban vannak Németországgal. Tehát úgy képzeljétek el, hogy erről annyira elfeledkezett mindenki, még az andorraiak is, hogy csak 1957-ben jutott eszé valakinek, hú, mi még mindig háborúban állunk Németországgal, mert sosem jelentettük ki, hogy már nem állunk háborúban, tehát 1957-ben volt, amikor hivatalosan is kijelentették a békét. Viszont érdekes volt, a németeket sem nagyon érdekelte ez, hogy ez a kicsi törpe állam mit jelentett ki és mit nem. És a náci Németország sem szállta meg a törpe országot a II. Világháború alatt. Másik érdekesség az az, hogy Andorrának nincs saját pénzneme. Ugye most az eurót használják, ha bár nem tagja az ország az Európai Uniónak, ez is nagyon érdekes. Viszont az euró bevezetése előtt sem volt saját pénznemük, hanem spanyol pezetát és francia frankot használtak. Tehát sosem volt saját pénznemük. Nincs reptér Andorrában, hát kicsit nehéz lenne ott berepülni a
Pireneusok közé. Csak is Franciaországból, vagy Spanyolországból lehet beutazni. Én is így jutottam el oda. Tehát Kolozsvárról repültem Barcelonába, onnan pedig átbuszoztam Andorrába. Tehát nem igazán szeretek buszozni, mert nagyon magas vagyok, 194 centi, és a lábam általában nem fér el, de most sikerült hátul egy jobb helyet elfoglalnom, ahol a lábam ki tudtam nyújtóztatni. Tehát volt elég helyem. Az életszínvonal is nagyon magas Andorrában. Az átlag életkor 83 év. És ezzel ez a 8. legmagasabb a világon, tehát tényleg magas ez a szám. Az ország látványossága jóformán a hegymászásra szorítkoznak, ezt gondolom kitaláltátok. Tehát hatalmas élmény lehet a Pireneusokba túrázni. Mondjuk nekem pont nem volt időm erre, meg egyedül is voltam, és nem tudtam utána nézni, hogy milyen túracsoporthoz csatlakozhatnék esetleg. Na de nézzünk meg egy látványosságot a fővárosban, ami a híres szürrealista festőművész műve Salvador Dalí. Az egyik híres híd itt Andorrában. Amint láthatjátok, nagyon szép sétát lehet tenni a fővárosban is, tehát hogyha nem indul el az ember túrázni, akkor is gyönyörködhet a hegyekben, a völgyből, és tényleg nagyon szép Andorra. Ami még számomra nagyon furcsa volt és meglepő, de ez hozzátartozik a magas életszínvonalhoz is, hogy ilyen cégérek voltak mindenütt, ilyen táblák jelek, hogy Andorra wifi az utcán, és az utcán szinte mindenütt ingyen wifi volt. Tehát hihetetlen, mindenütt volt internetem. Ezt viccesnek tartottam, hogy a kocsmára ki volt írva, hogyha rasszista vagy, szexista, homofób vagy seggfej, akkor ne gyere be. Andorraiak azok katolikus vallásúak, van pár szép templom is itt. Hát végül is, amiért én Andorrába utaztam, az megint a magyar válogatott volt, ugyanis ott játszottak Andorra ellen. Többet nem is szeretnék mondani a meccsről, ugyanis eléggé tragikus vége volt. Kikaptunk. Una cerveza, por favor. Na hát ennyit tudok én spanyolul, és sört kérek. Igazából sokkal nem megy az emberről, még katalán a hivatalos nyelv, de azért rengetegen beszélnek spanyolul is, és franciául, tehát azzal is lehet boldogulni Andorrában. Hát nagyon szép kis ország, itt a fővárosban is vannak ilyen kicsi utcák, és ilyen régi középkori érzést ad az embernek. Rengeteg ilyen kicsi terasszal, mint hogy a képen is láthatjuk. Az ételük azok, hát európaias, tehát nem kell semmi extrát várni. Ezzel a képpel szeretnék búcsúzni ebben a délokban. Remélem, hogy élveztétek a videót és az érdekességeket. Mindenkinek szép napot, sziasztok!